Ez a Kívánságszolgálat, a heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, egy tartalmas fél órát ígérhetek. Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják, és mára is hoztam egy napi gondolatot. Kötelességünk meghaladni saját magunkat és túllendülni a konfliktuson. Ez pedig Hegedűs D. Géza Kossuth és Jászé Mari Díja színész, rendező és egyetemi docens gondolata, mindenképpen megfontolandó. Beszélgetés is lesz a mai adásban, hiszen ide várom Dobos Zsoltot és Regián Melindát, nótaénekeseket, a csiki világból érkeznek hozzánk. Egy tartalmas interjút ígérhetek önöknek, és természetesen ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet. Ezek közül nézzük is az elsőt. Karcagi Ferencné Facebookon keresztül írt nekünk, a saját kedvére kérte a következő dalt. Egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Ezzel pedig már fel is vezetjük a következő beszélgetést. Vékony deszka kerítés, énekel Dobos Zsolt és Regián Melinda. Vékony deszka, vékony deszka, vékony deszka kerítés. Átlátszik-o az ölelés. Ölelj, babám, kedvedre, nem vetem a szemedre. 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, 9-ször megölelek. Ölelj, babám, kedvedre, nem vetem a szemedre. 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, 9-ször megölelek. Vékony deszka, vékony deszka, kerítés. Átlátszik a cika, átlátszik a cika, átlátszik az ölelés. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni? 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, 9-ször megölelni. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni? 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, 9-ször megölelni. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni? 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, 9-ször megölelni. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni? 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, 9-ször megölelni. Regián Melinda és Dobos Zsolt pedig már itt van velem a stúdióban. Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Az iménti felvétellel már fel is vezettük tulajdonképpen ezt a beszélgetést. Jó volt látni a munkátokat, és az előttünk álló néhány percben vissza is tudunk tekinteni, hogy gyakorlatilag a közös munka hogyan alakult ki, sőt, még elmehetünk az elé is, hogy egyáltalán ti mikor találkoztatok elsőként ezzel a zenei világgal, amelyben gyakorlatilag mondhatjuk 100%-ig most benne éltek. Hát én kiskorom óta a nótaénekesek, mint Cseh Judit, Kovács Apollónia, Bakelit lemezein nőttem fel, minden családi összejövetelen nótázott az én családom, édesapám, édesanyámtól, rengeteg nótát tanultam, még népdalt, és nekem ez volt a bölcsőmtől tulajdonképpen alakult ki ez. De ha jól tudom, mindkettőtöknél azért volt hangszeres vonal is, tehát szerepe volt a hangszer világának is. Igen, én már mondjam azt, hogy 12 éves koromban, akkor már játszottam valamelyest, tehát valamilyen szinten tanulóként klarinétom. Uh-huh. Onnan már indult a... Időben most hol járunk, illetve helyileg pontosan mely vidékekről beszélhetünk most? Hát helyileg Csík. Így van, Csík. Jogos a kérdés, én úgy érzem. Így van, Csíkdánfalváról vagyok én. Melinda meg Madéfalváról. Nos, ott már elindult, tehát 12 éves korban lehetőség volt egy népi iskolába beiratkozni, ott sikerült hangszeroktatásba részt venni, tehát onnan indult az egész, majd utána, amikor már középiskolába, akkor is volt lehetőség Csíkszeredába, középiskolába folytatni a zenei tanulmányokat. Mindkettőtök fele adott a kérdés, hogy emlékeztek arra a pillanatra, amikor ez olyan szinten komolyjá vált, komolyra fordult, hogy
végülis a teljes pályafutásotokat meghatározó, hogy nektek a zenéhez, az énekléshez igenis közötök lesz a jövőben is. Hát én gyerekkorom óta általános iskolában is népdalokat énekeltem színpadon, meg középiskolás koromban is volt egy néptánc együttes, amelynek szólistája voltam, és lánykórusnak tagja, egyházi kórusnak tagja. Nekem a folyamatosan az énekkel, az énekléshez közöm volt, és utána pedig a munkám során adódott egy olyan, hogy alakult egy Pacsita dalélet, így hívják. Ott pedig kipróbálhattam magam színpadon zenekari kísérettel énekelni nótákat, meg cigánydalokat. Két szólamban is, az nekem nagyon, nagyon bejött. Nagyon szeretek a szólamokat kihallani, meg kipróbálni magam bármiben, akár egyházi énekekben, templomban is néha-néha tercelek. Ez ilyen belső adottság, vagy nem tudom én. Akár mondhatjuk azt is, hogy nem is volt kérdés, hogy ez a pályafutás ez így alakul? Hát nem, nem. Tehát nem is volt más nekem se gyerekkorom óta. Tehát nem azt mondom, volt egy kávésport, ami egy picit még vonzott, de az maradt. Tehát folyamatosan csak a zene, tehát a hangszer, meg utána jött az éneklés. Hát ugyanúgy, mint Melinda, annak nekem is gyerekkoromban népdalok, népdalversenyek, utána egy házi kórus. Nos, 2012-ben alakult a csíkdánfalvi népi zenekar. Épp ezt akartam kérdezni, a zenekari munkát sem adjuk ki. Aminek vezetője voltam, sőt alapítója is. És onnan indult az éneklés is. Ha már megvan a zenekar, magyar nótát játszunk, csárdásokat, andalgók, friss csárdások, meg minden, akkor már próbáljunk műsort csinálni, ne csak zenekar, hanem menjen, tehát énekeljük is a magyar nótát. Az, hogy állandóan a színpadon vagytok, és már sokszor találkoztunk, sokszor konferálhattalak titeket különböző rendezvényeken, nyilván vele jár, hogy rengeteget kell utazni, rengeteg, mondhatjuk úgy, szabadidőt leköt, egyfajta lemondást is jelent. Ez sosem volt kérdés, hogy esetleg nem lehetne helyette egy szép, hátradőlős, nyugodt otthoni életet, hanem folyamatosan úton lenni, ezt meg lehetett szokni? Hát igen, nem az, hogy néha nem hiányzik az egy pici pihenés, már úgy, ahogy mondtad az imént is, elég sokat utazunk. Tehát... nagyon szeretjük ezt. Ez egyértelmű, ez a színpadon is abszolút lejön, sőt, a közönség is pontosan tudja, hiszen óriási tapsot szoktatok kapni. Hát igen, hála Istennek. Szeretjük nagyon, és így nem érezzük tehernek egyáltalán. Mindjárt innen folytatjuk, most következzen a Kék ne felejts. Kék ne felejts, kék ne felejts, virágzik halom, Oh,
megcsalt engem, megcsalt engem, hiába. Ha meghallom a sírokat, de felejtsed, már is folytatjuk a beszélgetést, és beszéljünk egy picit a jelenről, hogy milyen munkátok vannak, akár együtt, akár külön-külön. Hát én benne vagyok egy pedagógusokból álló népi énekegyüttesnek a Rokolya néven. Ott csak tiszta forrásból belenyúlunk a Zenetudományi Intézet archívumába, onnan tanulunk népdalokat, és onnan tanítjuk vissza a gyerekeknek, mert hogy pedagógusok révén ez úgy adott, és kötelességünk is. No, meg a Csiklákoson összeverbálódott egy olyan férfi kórus, az énekelni szerető férfiakból, akiknek a vezetője vagyok, és nekik is... Ez egy szép kihívás lehet azért. Igen, szeretem nagyon őket. Igen, mindenik tag külön-külön egy nótafa, rengeteget tanulok tőlük, és amiket én tanítok nekik, azokat is szívesen veszik. Nagyon jó kis munkák szoktak lenni együtt, fellépéseink is vannak, versenyeken is vettünk már részt, népdalkalákában, stb. Hát mind az a munkánk, ez így gyümölcsözik évről évre, úgy érzem. Zsolt, feléd is adott a kérdés. Hát igen, én a helyi önkormányzatnál kultúrfelelősként dolgozom. Viszont szervezünk a sok jövés-menés mellett, szervezünk mi is nótaesteket. Tehát visszamenőleg, tehát pandémia előtt arról beszélünk, minden húsvétkor nótaest, falunapok, nóta délután. Idősek napját se hagyjuk. Igen, idősek napja azt már több mint három éve, tehát negyedik éve most szervezzük. Csíkszeredám az idősek napját, ami csak nótás műsor. Rengeteg sok meghívottunk ott már, innen Magyarországról is voltak előadók, meg közösen tudtunk énekelni nagy nevű énekesekkel. Viszont most szervezés alatt van egy nótás, baráti nótás találkozó, ami az is Csíkszeredában lenne megszervezve az július 29-én. Annyit tudni kell, hogy magyarországi meghívottak is több mint 20 fő, Erdélyiek, Marosvásárhely, Csík környéke és mi magunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, nagyon sok sikert kívánok nagyon nektek, szépen, és a cigány dalokból van még egy kis egyvelegünk, folytassuk most ezzel. Oh,
szeretem arányimat, levágottam a hajamat. Megyek haza a kocsmából, a feleségem néz a házból, megismer a járásomra, a fekete gömbölhajjal. Megismer a járásomra, a fekete gömbölhajjal. Megyek haza a vásárból, megismer a járásomról, a fekete gömbölhajamról. Megismer a járásomról, a fekete gömbölhajamról. Coki asszony ki a házból, mosja a kakányi házból. Felesége drága nincsen, a világon párja nincsen. Felesége drága nincsen, a világon párja nincsen. De erdő szélén sátoroznak az orrai cigányok, jegények a tetejébe nagy gófügyül. Jegények a tetején, Lorigó fütyülnek. Összeszedik az énán szabuk, a fél szemű lovának. Kertek alatt a dögölött gyújtott az apró családnak. Kertek alatt a dögölött gyújtott az apró családnak. Az erdőben az emberek mind a teknőt várják, az asszonyok a faluba mind a kártyát várják. Az asszonyok a faluba mind a kártyát várják. Rád meg te a két szemed, a hányat látsz, annyit szeretsz, tuhajja. Rám én csak egyet szeretek, mégis te sokat szenvedek, csuhajja. Lám én csak egyet szeretek, mégis te sokat szenvedek, csuhajja. Te elvetődöd, ha nem marad, jobb úgy, ha erre én marad, csuhajja. Utca a sarkon az egyetet, vár engem a feleségem, csuhajja. Utca a sarkon az egyetet, már engem a feleségem, csuhajja. Tágonul a gyeg, de nem szekerek, mert a szekér megráz engem, csuhajja. Ha a szekér megráz engem, uram, csak szólj, nem feledem, csuhajja. Ha a szekér megráz engem, uram, csak szólj, nem feledem, csuhajja. YouTube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött megtekinthető videókról.
Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Folytassuk egy újabb üzenettel. Dombi Miklósné Keszthelyen a ma elhangzó összes felvétellel köszönti barátnőjét, Kovács Esztert, közelmúltban ünnepelt születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki. A jó kívánságokhoz mi is csatlakozunk. Tordai Zoltáni zenekara közreműködésével Nyíri Szabó Sándort hallgatjuk meg. A dal címe Ez a vonat most van indulóban. Kocsmáros Ildikó Vácon szeretné meghallgatni a következő dalt, fogadja nagyon sok szeretettel. Pere János és Turai Kis Mária énekel. A felvétel címe Egy-két csók, cserebere csók. Egy-két csók, cserepere csók. Jaj, de jó is kettesben. Egy-két csók, cserepere csók. Semmi rossz nincs még ebben. Hogy a szívvel adjuk, szívesen fogadjuk. Akkor ebben házasság lesz, mi a kedben tudjuk. Hogy a szívvel adjuk, szívesen fogadjuk. Akkor ebből házasság lesz, mind a ketten tudjuk. Egy-két csók, cserepere csók. Jaj, de jó volt kettesben. Egy-két csók, cserepere csók. Semmi rossz nem volt ebben. Hűs a máig óta, szól a régi nóta. Csók az élet biztatója, csók az élet sója. Hűs a máig óta, szól a régi nóta. Csók az élet biztatója, csók az élet sója. Hamarosan Nicki Géza szerzeményét hallgatjuk meg. Jobbágyi Miklósné SMS-ben írt nekünk a saját kedvére kérte a következő felvételt, fogadja sok szeretettel. Unokáid a dal címe, énekel Gáspár Anni, közreműködik Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Vannak unokáid, joggal lehetsz
Rácz Pálné SMS-ben írt nekünk, kedvenc előadója egyik felvételét szeretnék kérni, a dalválasztás lehetőségét viszont ránk bízta. Arra gondoltunk, hogy folytassuk most a Szenestéren című felvétellel, énekel Mészáros János Elek. Vidéken bulk és gondok, nagy sárkány, mint bolondok, akit még a spórolás a fő. Én ennek egyet mondok, figyeld a kettős pontot, spórolni már nem előkelő. Magam pénz iszunk, ebben egyezünk, holnap majd mi is kényszer egyezünk. Elveszünk új ruhánkat, egyszer van csak vasárnap, egy marózsám, nagy urak leszünk, akkor mindenki együtt azt, hogy a Szenestéren este muzika szól, kerünk egy fröccsöt, ígyunk babán. Eszünk egy virsli, arra csúszik a bor, utána pertot iszunk talán. Én majd kifizetem a vizeket, és a többi tudja, te fizeted. A Szenestéren este muzika szól, kerünk egy fröccsöt, ígyunk babán. Szépen száll a hinta, szavamra nincs szem, mint a város véget, elmegyünk tehát. A ringling körbe-körbe, s aztán a műszink körbe, elviszem, hogy művelje magát. És hogyha elég művelt lesz szívem, képzelek, miket művel majd velem. Mert ön egy grande dáma, s nincsen egy grande máma, vendégül lát, ugye, kedvesem. Egyszer együtt. A Szenestéren este muzika szól, gyerünk egy fröccsöt, ígyunk babán. Eszünk egy virslit, arra tuszik a bor, s utána feltud, iszunk talán. Én majd kifizetem a vizeket, és a többit ugye te fizeted. A Szenestéren este muzika szól, kerünk egy fröccsöt, higgyunk babám, ugye! Balettáncosnak kezdtem, csak nem bírt a színpad. Na még egyszer! Én majd kifizetem a vizeket, és a többi tudja, te fizeted. A Szenestéren este muzsika szól, kerünk egy fröccsöt, higgyunk babám. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!